Szevasztok! Itt vagyok normális öltözetben. Sikerült pozitívba fordítani a tippjátékot a hétfői meccseken. Nem nagyon aludtam. Úgyhogy az energia szintem az nincs olyan magasan, úgyhogy lehet, hogy csak egy ilyen Cowboys defense jellegű teljesítményre leszek ma képes, de azért négy meccset meg tudunk tárgyalni. Washington Arizona, ugorjunk a végére. Gondolom mindenki látta, Jaden Daniels minden idők legerősebb szezon kezdetét produkálta, beelőzte Bradyt. És én, mint vezér hater, természetesen megtalálom ebben is a muníciót, és állítom, hogy rosszabb lesz, hosszabb távon, mint Brady. A visszaeséssel azért még együtt lehet élni, ugye a kérdés, hogy mennyivel esik majd vissza. Egészen durva, hogy a tavalyi formája alapján megkezdtem a kételkedést Danielsben, hogy hát ez így nem mehet tovább, mert akkor ő a világ legjobb játékosa lenne. Na és eltelt 4 hét, és most akkor ő a világ legjobb játékosa valaha, ennyi alapján. Azért egyszer majd ez elfogy, nem? Nem. Hogyha a Cardinals, meg a Bengals, meg a Giants ellen fognak majd védekezni, szkanderozni. Na nézzük meg itt a kirúgást. Cardinals hord vissza. Mr. Excitement DJ Dallas. Jól hordja, elveszíti. Előre pattog. Marad náluk. Na hát ezt kiválóan csinálta. Még a fumble-t is maximalizálja. Köszi, DiMarcado, összeszedted, nincs mit. 45-ösre áll be idős Yoda. Marvin K-nak céloz, megbírja fogni. Nem touchdown egyből. Csalódsz. Gunner pedig tud futni ezen műanyag kommandósok ellen. Komoly forgalomban találja meg a sávot Gunner, csak utaznak vele a védők. Kimennek a szélre is blokkolni elé. Froholték, 3 érintés a running back-től és a 11-esen a labda. Megmondtam nektek, simán bedarálja ezt a Cardinals ezt a meccset. Bobby Wagner tud csak közbeszólni, aki emlékezetből helyezkedik. Dorcsolás a golvonal elé, 3. és 1-re Gunner elakadt, 4. támadnak és passzolnak. Harrisonnak kifacsart test helyzetbe, de hát azért megfogja. Igbinogeni, mintha ott se lenne. Sok esetben tényleg nincs ott, ahol kellene neki. 7-0 Cards, semmi meglepő. Daniels 3. és 4-re indít, Zaccheaus tök üres a jobb keze felé. Kiszolgálja, megy a labdával. Noah Browne a 2. indítás, szintén helyére, amint mindig. Kingsbury büszke lehet, hogy kitanítja itt a fiút. Fityiszt mutat a Glendale városának. Brian Robinsont is ő tanította állítólag futni, és hogy miképp legyen nagy. Hasznosítja ezt a tudást. Elmegy a pirosak mellett. Direct snappet is szánnak neki, mert aki alapból kapná a snappet, hát az nem van erős. Futni azt tud. Megnézzük egy zone readből gólhelyzet. Befejezi Robinson. Ez könnyű volt. Kártyák a szokásos formát hozták, nem a múlt hetit, amikor harcoltak az oroszlánokkal. Félrevezettek engem. Hogy volt merszük? Na mindegy, majd Kyler csinál 50-et. Kavarog a zsebben, vadásznak rá, nem jön zavarba. Kilő egy alley-oop paszt Connornek balra, 5 yardos zsákolás. Eltakarítják újra a védőket a running back elől. Elképzelhetetlen számomra, hogy ne nyerjen az Arizona. Mindenki számára. Fegyelmezetlenek a védők, bemozdulnak. Automatikus lövés Marvinnak. A mezőny egyik legjobb juniorja. Ilyen erős apa-fia páros utoljára, talán a Songoku Songohan vonalon volt a sportvilágában. Lawrence Armstrong sürgetése nyomán azért eljön az első incomplete Murraynek, de hát belefér. Trey Bensonnak nem akar megjönni az áttörés, ami a Marvinnak megjött. Megint elbotlik már handoff közben, mert odagurul elé Luvu. 3. Wilsont jól őrzik, 2-en is elképesztő dolog. Hát még a végén hiányzik McBride. Pantol Genon nem akarnak Prétertől egy 60 yardos mellérúgást. Gillikin a 7-esre varázsol, Terry McLaurin közel marad az akcióhoz, úgy mutatja magát az ifjú irányítónak. Nem kell tőle félni, oda mer passzolni.
Zacchaeusnak nyugodtabban megy az indítás, inkább ezek alázni akarnak, nem szimplán nyerni. Terry azért nem veszik el, kezdeti botladozás után immár vezeti a csapatot. Cincinnati ellen bizonyított Danielsnek, hogy elég jó játékos, és mer neki dobni. Itt nem a fiatal úrnak kell bizonyítani, hanem a veteránoknak, hogy ki az, aki érdemes az ő labdájára. Osztja neki tovább, még kettő, Terry. Ez mondjuk mehet egész nap. Nem is ez a baj, bár ez se jó. És lehetne akár védeni több emberrel, ami nem Genon stílusa, de hát a Zacchaeus a túloldalon, ha ugyanazt megcsinálja, az az eléggé cinkes. Daniels visszafogottan fut csak, leül a végén. Előfordul, hogy nem a saját döntése miatt, hanem menekülnie kell, de az is pozitív. A csendőrség meggyalázása Jeremy McNichols 20 yardos futott touchdownja. Drága madaras kártyák, azért itt nincsenek nagy nevek az ellenfélbe se. Átlagos előszezon felállás, erre simán átmegy rajtuk Jeremy. 28 évesen, 12 klubváltás után kinevetteti magát a defense. McNichols pótolja Ekölört. Hát, hogyha Ekölör vinné be, hát még meg is mosdatnák egymást, hogy a figyelj, most nem volt szerelés, de hát most ki tudná levinni. Üresen bemegy a McNichols. Dobál Kyler. Higgins próbálja McBride produkciót meghozni, egyelkapás. Lassan halad. Harmadikra Wilsont vonná be, de az útvonala könnyen olvasható. Lassú a kitámasztás, Igbinogeni vele marad és levédi. Genon beküldi a Pantert, 4. és 1. Pedig itt a Benson futása után még bizakodtak erre, 3 and out. Daniels Shovel, Ertz leveszi, bosszú meccs. Jobb tight end nyer. Vagy a bőségesebb Arsenal nyer. Noah Brown vállal újra szerepet. Mikor kirakta a Houston, még nem tudta Noah, hogy egy erősebb csapatba kerül. És a piros aláöltözőt sem kell kidobni. Na ki nevet most. Super Bowl-on visszavág nekik. Daniels 9-ből 9-es start után előrevág egy labdát, borzasztó helyre Gerett Williams lefizikálja Terryt, és leszedi interception. A lényeg, hogy nem pont, hogy hát attól irtóznak a kommandók. Terry, veled amúgy mi van? Elszett a védő. Hát úgy is nyerünk, mert jobb a defense. Jó, hagyjál engem. Connert bántják, Murrayt bántják. Bobby Wagner. Odaér banyatankkal, nyomást generál. Hát még mindig kiváló, csak hátrálni ne kelljen. Alibi, pont. Már megint a Cardinals defense-nek kellene meccsbe tartani a csapatot. Milyen évet írunk? Villog belül Nichols és Lopez nagy fiúk közül. Elveszik a futást. 3. és 15, megtörténik a hihetetlen. Terry felé hiába álmodik a távolba egy labdát Daniels, be kell jönni a Panthernek. Tressway felfutna, biztonsági ember megállítja, jelre ki maga. Itt dolgozol? Én vagyok a Panther. Commandersben nincs Panther. De hogy nem, itt vagyok már 2014 óta. Tressway, hello, ha mennyi, csőrözzél bele, nem ismertelek még. Connor nem ér ki a szélre. Chin lekapcsolja. Két drive között Dan Quinn megtanította a fiúkat védekezni. Connor tolakodása azért céltér, mikor 2 percre fordulunk. Michael Wilsonhoz eljut a labda, Quan Martin bemutat némi madár nem ijesztő lepkevadászatot. Játszott Forbes is. Hamar felépült a műtétből. Wilson húzna el a szélen, lerántja Forbes, mehet tovább. Hát ekkora gyerek azért nem lehet szabálytalan. Igaza van, Sporia, jó, hogy nem ezt lefújjuk. Eldorcsolják magukat lőtávba, de 4. és 1. Támadnak, hiába csak 1/2 perc van. Még 2 időkéréssel a zsebben Genon többre vágyik. Passzolnának, de nincs hova. Jodát leviszi Dorenz Armstrong. Túl sokat várt a protection-től a karmester. Így még Daniels támad, ő nem fog térdelni, főleg, hogyha ott van a balján egy McNichols. Zach Ertz megtalálja az üres területet a védelemben,
A kérdés, hogy oda is tud-e érni, oda hát, fiatal ember, megpasszolja 10 évvel fiatalabb QB. Kiürül Daniels előtt a pálya. Mondanám, hogy egy dolgotok van, de igazából két dolgotok van, nem engedni a hosszút, és nem engedni neki a rövidet. Hát azért minden nem sikerülhet, no. Könnyű field goal 45-ről, cyber gyerek. 17-7 a szünet. Daniels kezdi a másodikat, dupla mártás a cél, John Bates avatkozik játékba. Robinson 5 yardos átlaga sem romlik. Kézben a meccs, football teamnek. Előre csűrés, Noah Brownnak nem jó. Zászlóval mégis jó. Pedig már mondani akartam, mennyire impresszív ez a remeklés, így, hogy nem a nagy keresztekre épül, mint az LSU-nál. Murphy Bunting lassú volt, gáncsol, gólhelyzet. Daniel számát tárcsázzák, 5-ös. 6-os, az meg a pontok száma. Beviszi. Top 10-ben lesz mezvásárlásban, hogyha így haladunk. Fehér póló, ráírott filccel, 5. Kész. Ugye, akár lehet belőle Marvin Harrison is. Hol van a Harrison? Sean Gohan? Hát sehol. Futás. Holding. Pascal. Ó, Pascal, te hogy hiányzol Philadelphiából? Nálunk nem lenne vele gond, mert volt a Coltsban is, de hát most hiába jönne, mert Flacco eldugná az igazolványát egy darab edzés után, akkor te most nem állsz be. Sajnos nincs meg a papírod. Paris Johnson holdinggal 1-26. Wilsont megüti a labda. Kylert szekkelik, borzadály. Pont. Bobby Wagnert egyszer sem tudják felvenni, hallod? Ha jó, hogy nem hívták vissza London Fletchert. Ugye vele itt iszonyatos terrort csinálnának. Jönnek a csoda támadók, akik most nem olyan csodálatosak. Sinott illegálisan formációzik. Múltkor mondta Troy Aikman a Monday Night Football alatt, hogy bár Sinottnál még sose volt a labda, rá jó hatást gyakorolt. Danielsre úgy látom, hogy nem. Ha marad akkor a nulla. Checkdown Örcé, 3. és 13. Noah Brown a sárgán. Itt volt az esély az Arizonának, de elcseszték ezt is. 3 plate. Túl nagy kérés levédeni. Sőt, olykor 4-et. Bengals üzeni, hogy abszolút megértik. Na most lehozták 9,8 yardra, nyilván támadnak. A tét nélküli jó életűek. McNichols átmegy érintés nélkül. Majd további yardokat szerez, érintésig. Én nem értem, a hazai nézők mire várnak, hát nyugodtan lehetne most már fütyülni. Terry ellen az apró nyalásokra odaérnek a védők, de hát 3. és 8. Most kéne megmutatni. Megkergetik a zsiványt, de jól dobja. Igaz, nem first down. Csak lehetséges. Field goal 38-ról. Már örülni kell, ha csak azt kapsz. Cybert goal. Közte 20, amikor Marvin újra labdához ér. Connor áttör a félpályán. Kevésbé hangzik hősiesnek, így, hogy a kommandó egész nap ezt csinálja. Jonathan Allennek is jut egy szek, aki már elindult kifelé a ligából 29 évesen. Örc szerint még maradja, bírni fogod. 4. és 12. támadás. Hát mit csináljunk? Marvinka bekanyarodik Anusziem elé, jön a labda simán az övé. Undrafted cornerback, top egy elkapó. Hát most ehhez képest a Murraynek, teljes neve Kyler Murray, nincs 100 yardja se. Dorcsot meg úgy képzelem el, mint egy Pokémont, és hogyha megkérdeznek, hogy Dorcs, mehet még a labda? Betörsz a vörös zónába? Csak annyit mondaná, hogy Dorcs, Dorcs, Dorcs. Connor megidézi az első drive könnyedségét, és végigfut a maradék pályán. A washingtoniak szerint alamizsna. Hát még van egy negyed. 14-27 nem alamizsna. Csak hát tudni kéne védekezni. Elszállt Daniels indítása Örc mellett, mondom magamba, ezt most hova, kicsi? Terinek pont jó. Ja, oké. Hátsó kamerából nyilvánvalóbb volt a szándék. 6,33 század yard az átlaga passzonként ezen a ponton a zsebtolvajnak. Tesz hozzá futást, meg hát volt ugye hosszú zászló, amit nem írnak ebbe bele. Zaccheaus end around átmegy, több mint 10 yard. Utána taunting.
hiba volt állítani, hogy mindenki bekaphatja, hát akkor vissza az egész. Mindegy, mert így is már lőtávolságban vannak, és Brian Robinson hát nem fog távolodni. Zacchaeus javít. First down után nem szól semmit, csak verekszik. Mutatja Sporina, ezt így kell. Luke McCaffrey eddig csendes volt, most egy 15 yardos villanással teszi tiszteletét. 4 hét alatt magasan ő a legjobb játékos a családban. Altatás, 3. és gólra, 10-ről, TD, Scary, Terry. Lemozogta szegény kis őrzőjét, ijesztő játékos McLaurin. Komolyan veszik, mert még utána 2-es. Örc fogja meg, nem polip. Belefért volna. Eldőlt ez a meccs. Gerbics adatok várnak csak ránk. Hirtelen Higgins és Wilson elkezdi vonzani a labdákat, de Luvu utána megy az akciónak és kiszedi a wide receivertől a ballon. Mikor az még játékban van? Turnover, kommandósoké. Dan Quinn akadémia. Ha már földön az ellenfél, kirabolják. Hát ezt már láttuk Dallasban sokszor. 3. és 9. Meglepődnek a kártyák Robinson futásán. Ám még kinevetik őket, akkor egyszer legalább. Gardeck elveszíti a fonalat, ami nem csoda, hiszen ő a barbár. 15 yardos sárga. Daniels odaforgat Zacchaeusnak maga mellé rolloutból. Közel és távol sincs pinty. Kingsbury komplett hülyét csinál. Genon szeretett egységéből alázás a köbön. McNichols beveri a második testdanyját. Ideje levetni a meszt, fiúk. Rakjátok a kapura. Aztán be lehet menni az irodába, leadni a visszavonulási papírt. 42 kapott pont. Ennyit még a Bengals se kapott, pedig ők háttal álltak az ellenfélnek végig. Kialakult a végeredmény. Rettentően kellemetlen kukatűz volt ez a Cardinals esetleges támadással, ahonnan nagyon hiányzott McBride, mint biztonsági, mert Marvin a nagy volumenre úgy tűnik még nem alkalmas, a kiegészítők pedig 2 szinttel alatta vannak. Kyler nem tette őket nagyjá. Nem tudott sokat állni a zsebben, Yoda nem volt jelenléte a földön, óriási csalódás ez a kis nevűek ellen. A védelem pedig hát méltatlan, az embernek a tipjére. Mozogtak a fejek végig, hogy merre megy a labda. Miközben Daniels semmi fenomenálisat nem csinál. Könnyű, nagy ablakokba elhelyezte a passzait. Ennél kínosabb leírás nincs egy defense számára. Komfortos és higgadt. Nem akarom ezt elvenni tőle. Egyértelműen kellemes meglepetés, de a leírások azért túlzók vele kapcsolatban ezt a meccset illetően, mert csapatszinten dominálták le az ellenfelet, és hát ebben az ő 9% részvétele az kiváló volt, de hát a többieké is. Ezek után látogat a Cardinals majd Frisco-ba, majd Green Bay-be, hát ez a mérleg ez nagyon hamar válhat nagyon csúnyává. Danielsnek pedig a nagy Deshaun Watsonnal jön egy pár baj, hát ezeknek egész évben nem lesz normális ellenfelük. Kicsit most újra felpusztam magam ezen a meccsen, úgyhogy hát jó formában megyünk rá Buffalo Baltimore-ra, ami egy Sunday Night Football rangadó mérkőzés, hát előre kívánkozik ebből a felhozatalból. Kapják a labdát az atléták, Kincaid, Shakir, maga Josh Allen, top labdaforgatóvá váló Shakirra is azonnal megérkezik Kyle Hamilton, meg a többiekre is. Csak sompolygásból folytatják negyedikre a támadást. James Cook indul meg, ő még nem volt, Hamilton szereli. Komolyan veszi Hamilton. Travis Jones száll be, ő nullázza a futót, Kincaid pedig lepattintja a labdát. Ez így pont. Jaguars ellen könnyebb volt. Beáll a Ravens, Ricard egy blokk a vonalon, Andrews egy másik, kicsit feljebb, Henry kilövés, futnak a védők mellette, majd utána. Hát végülis nem értek oda Stifarmra. Ravens, történelmi távoli touchdown. Jó ötlet volt a transfer. 7-0. A maximum Josh ellen tudta volna befutni. Helyette ő dobálja a labdát Kincaidnek, Cooknak. Jönnek a tűszúrások. Működik a dobálás a számokon belülre. Taktika ennyi alapján átmenthető korábbról, de Van Noy ki tud harcolni holdingot Spencer Brown ellen, majd David Edwards is megránt valakit. 3. és 17, direkt quarterback futás.
Ezzel Bess beáll, és 50-ről betalál. A Ravens falban nem voltam megelégedve Voorhees játékával, ő újra megsérült, McCurry vette át, hát már is jobban bizakodom. Zay Flowers kap egy screent, 10 yardot összebalettozik. Ő másképpen nem tud mozogni, állandóan cselben van, olyan, mint a Derrick Henry. Justice Hill csereként beáll, mindenki tudja, hogy oda kell rá tolódni, mert passzolja neki Lamar. Így is sikerül. Egy Henry futás után smooth, még szüktésségtelenül kemény is, amivel rásegít a drive-ra. Lamar ellen fegyelmezett a futás védekezés, de Hill screenjénél a nagyfiúk eltörlik a kisfiúkat előle. A gólvonalon Henry marad bent elkapni, a fal megy balra, ő jobbra, odaforgat Lamar, megoldódik a maradék. Összepakolt drive végén 7 pont. Nem csak egyszeri villanás után, hanem így is képesek, mind a kettőt elfogadott touchdown drive-ok közül, 14-3. Az milyen munka, hogy Tennessee-ben nem volt elkapott touchdownja Henrynek 2019 óta. Hogy amióta van csatornám, hát ilyesmiről nem tudtam beszámolni. Henry elkapta. Hát Downing edző nem tudta, hogy hogyan forgassa üresbe. Elakad a Buffalo hamar. Knox kap egy paszt harmadik és rövidre, Hamilton kilöki. Ojabo gyors indításra kényszerítette Ellent, máshova nem tudott menni a labda. McDermott behívja a pantot, hát hosszú még a nap. Play action löket, Likely bemozog Spector mögé, megy Lamar labdája. Tehetetlen a linebacker. Mark Andrews üresre kanyarodik a sárgán, ő elejti. Marad neki a blokkolás, mint erőssége. Agolornak szűk ablakba kellene belőni, két linebacker közé, de nem probléma, a regnáló MVP számára. Henry elveszi Hillnek az elkapási munkáját, így amikor pályára kerül, kiemelt izgágosságot mutat Justice Hill, Elson fordul a bölények között. Harmadik és 14-et is megfutja, mely felért elé Linderbaum és Faalele. Tiszta lett az út. Hát eddig király minden. Marad így. Justice Hill elmegy célterületi útvonalra, elé helyez Lamar, odaér, behúzza, TD. Újra. Lesimázzák ezt a meccset is korán, amint a Dallas. És majd a végére szoros lesz újra, de hát az nem számít. Ellen közel van, hogy leadja a meccset itt, és most. De Wiggins nem tudja megfogni a passzát. Rámennek heten a védett állatra, Vennoy szekkel lezárja. Dominancia a labda három oldalán. Three and out. Lamar egy késletetett fellépéssel folytatja a gálát. Rashod Bateman meg 25 yardos paszt húz be mindenféle ökörködés nélkül. Lamar úgy érzi, ideje akkor vetődni. Egyen. Dorian Williams fumble-t okoz ellene. Spector begyűjti. Az kicsit túltoltad, főnök. Josh inkább összegömbölyödik, mikor jön a veszély. Erre biológiailag alkalmas. Nem is lett first down, azt Shakirnak dobná oda, de Humphrey elpöcköli tőle. 4. és 2-nél Baltimore igyekszik kikérni 2 időt. Hát azt nem ér. Büntetés. Jött a Buffalo. Ez igazán profi volt. Keon Coleman-t ugratná ki a szélen Josh, de a rookie nem villan. Ennek is pont a vége. Nem kér több időt a Ravens. Dupla időkérés nem tanítja meg focizni az ellenfelet. Dorian Williams blitzével indul a második fél idő, amiből Lamar kidobja Grandingra a labdát. Hát ezeket el lehetne könyvelni szeknek, nem? Szegény fiú, hát ugyanazt érte el, aztán mégse aktiválódik a bónusz. Valami explozív kéne. Zay Flowers helyzetben is van, de nem fejezi be az elkapást, hát főleg nem belül. Pant. Úgy néz ki, hogy tovább sír a labda a Buffalo-nál, két sima tekkül után Ellent kifelé zavarja Madu Bicke, kiugorva a pályáról azonban még előre bikázza, Shakirt megtalálja, őrület nagy játék, a három jároson viszik csak le. Azért nem olyan jó jel, hogy földön túli bravúrral tud csak életben maradni a drive. Ty Johnson azért befuttás Danra. Hát ég a tűz. 10-21. Defense is összeszedi magát, szerelik Henryt,
és Spector hasznos kémkedést mutat Jackson ellen. Még a teljes nevét is kinyomozta. Lamar Jackson. Three and out. Jönnek a későn ébredő böllények. Keon Coleman fordul meg a levegőben, hogy labdát kaphasson. 20 yardot utazott a Lastex felé. Cooknak még van egy normális futása, de hát aztán túlszínezik. Shakir kap direkt snappet, Josh elkapóból passzolna, de Vennoy kiszedi a labdát a mozdulat előtt. Hamilton fekszik rá, turnover. Forduló pont a mérkőzésen. Kevésbé produkálja magát a Ravens. Henry fut, többiek blokkolnak. Hát most ez elég, hogy kiszabaduljon belőle egy nagy játék, ami a 29-esig megy. Justice ellen már bizakodik a Bills, hogy na kétszer letaposta, de a cseles Lamar harmadikra is neki dobja, az pedig sikerül. Átviszi a digitális vonalon a cserefutó. Lamar, keeper, likely, fut elé, elnyomja a safety-t, mint a csikket. Beérinti a quarterback. Újabb minőségi megvalósítása a rajznak. Eldőlt ez a meccs. Joshnak gyorsan kéne nagyokat meríteni. Az első ilyen sikerül Kincaidnek. Sok yard, de hát azért nem TD, még mielőtt. Coleman újra megír a szélen, Stevens ellen. Egyféle focira használható, de hát arra, hogyha üzen biztosan, azért az ér valamit. Humphrey, tiszta blitz, már is szökel, Josh előle. De Oway is csatlakozik, egyszerre pedig nem tud a quarterback indítani és stiffarmolni, pedig hát igény volna rá. Field goal mellé, 48-ról Bess. Úgy számolt, most belefér a hiba, mert úgyis kikapnak. Akkor viszont jól csinálta. Andrews most a vezető blokkoló Lamar előtt, az is csodálatos. Henry előtt Ricard vezet, nem csak a Titan-dek güriznek, és hogyha ez mind jól megy, akkor garantált a produkció. Komoly futás, ami az egyesen áll meg. Fizikálisan nincs egy súlycsoportban a két egylet, és hát ez a Ravens így rettentő matchup a passzvédekezésre kialakított Buffalo-nak. Közelről van egy módszerük, ugye Henry ellen fumble-t okoz Douglas, pattogót pedig begyűjti Ricard. Lehetett volna akár a Rosengarten is, de hát neki a labda érzéke az nem alakult ki. Lényeg a touch. Csapatsport, nem fantasy. Ellen passzainak a másik oldalon nincs segítsége, földre mennek a labdák, ráadásul Eddie Jackson vegzálja őt, elfogyott a remény. Three and out, súlyos vereség. A Ravens még elérhetné akár a 300 futott yardot is, de 270-nél kicsekkolnak. Pant után pedig már turbo a pályán a kis rongyával meg a vödörrel. Wigginsnek meg lehetne az első interception, de ezt is elrontja. Nyert a Ravens, és aki leírta őket a Raiders ellen, hát az most kiradírozza, vannak napok, amikor akárkin át tudnak menni, és senkit sem engednek át. Na most ez sokat ér. A Bills nem lesz veretlenül bajnok, limitációit a rátermettek kihasználhatják. Jó, hogy nem ez volt az első meccsük idén, mert nagyjából ettől kellett rettegni a holt szezonban, Joshra utaltságtól, meg a Hero Bowl-tól. A rottyon lévők ellen hát csodálatosak lesznek, a csúcs kategória ellen nem feltétlen. Ezt az részben kell tartani. Hogyha a kiegészítő játékosok náluk szerepelnek jobban, akkor hát lehetne nyerni, de hát most nagyon nem így történt. Rams Bears következő nagyon várt találkozó, NFC rangadó. Kezdenek a chicagóiak, futások és rövid Williams passzok. Quentin Lake rácsimpaszkodik Kmetre, nem engedi előre pont. Nagy látványosága ne számítsunk ezen párosításban szerintem, hiába gondolták egyesek szezon előtt, hogy ez mind a kettő megy a White Cardért. Hát, hogyha már korán választottaknál vagyunk, jól sikerült a pont a rookie gyereknek. Jönnek a tartalékosak. Parkinsonnal csináltat meg Stafford egy first down. Tehát ez a nagy büdös Los Angeles-i valóság. Kyren Williams-t futtatják muszájból és taktikából. A kezdők egyharmada még itt van az elkapó poszton, de Marcus Robinson. Be is húz egy 19 yardos, tehát remeklés benne van a csapatnévben.
Whittington beépül. Érződik a hétközi gyakorlás a fiúkon. Stafford oda teszi Parkinsonnak a legzsiványabb shovel passzt a szezonban. Elsőre nem is értettem, hogy miért nem a védőnél van a labda. Körönpasszokkal járatják a zsugát. Gervon Dexter unja meg és szekkeli Staffordot. Bay Harbor Butcher. Kicsit feljebb futnak, aztán Carty betalál. Pazarlás, hogy Carty nem a Cardinals kickere, de hát majd előbb-utóbb úgyis átkerül oda. Braxton Jones egy blindside blokkal bántja a vendégvédőt. Első és 25. Hát erre alig ha van megoldása mindenkori chicagói támadóknak. Wurz kicsit sürgeti az 1-1-est, így nem lehet haladni, pan. A Rams tudja, hogyha nyerni akarnak, akkor mindent precízen ki kell számolni és megvalósítani. Így futtatják Kyrent, és nem ők mozdulnak be, hanem az ellenfél, utána ők is. Hát annyira azért nem tiszta munka. Tutu kap egy labdát, Stevenson levetné róla nadrágot. Zászló, itt kell kicsivel szemétkedni, kincses. Whittington a possession receiver, egyszerre pótolná Kappot és Nakuát. Stafford a célba indít, pedig Parkinsont kitereli a gyepről Brisker. Csak azért úszták meg a picket, mert safety is kintről ugrott vissza a pályára. Hát ezt nem értettem a Matthew-tól. Megúszták, field goal 6-0. Caleb Williams, keeper, csúszás a végén first downért. Mobilisabb irányító nyer. DJ Moore-nak trükköznének egy belső tapaszt, de holding. Ha még a Waldron se tudja, hogyan lesz pontjuk, pedig ő az edző. Tredavious White visszaadja holdingot. Nagyon jó meccs. Körre is dobnak egyáltalán, miért ne dobnál? Két szekket radíroznak ki védelmi szabálytalanság miatt. Jogosak, szóval, hát most egyébként nincs mind sírni. Rósának first down-t passzolna Caleb, de ott meg a right nem állt rá vonalra. Hát na és, sose szoktam. Na de ez most flag. Braden Fisk villan, kiszedi a labdát Williams-től, medvék visszakapirgálják. 4. és 26-ra támadás, nem, pan. Montez Sweat is rácsap az ellenfél irányítóra, az a különbség, hogy a macik begyűjtik a szabad labdát a 16 yardos vonalon. A védelemnek kell megnyerni a meccset. Chicagóban vagyunk, mi újdonság van még? Hát az, hogy Keenan Allen visszatért a rotációba. Ki tud harcolni egy zászlót a célterületen, hát az a teteje a játéknak. Mással nem mozog a labda, se futás, se passz. Csak zászló. Egy yardról beviszi Rosa Johnson. Fordítás, szép meccs. Na vissza bányába, Rams támadás. Ronnie Rivers előtt törik a követ, Brisker kiszagolja, minusz. Whittington újabb labdát pozesszál, hát lehet, hogy még a végén, hogyha visszatérnek a sztárok, bekerül a D-Rab elé az erős sorrendben. Play action, Matthew mélyre hajol, Rivers lekoccolja a védőfalat, meg lehet lőni, az üresre kanyarított Tutunak. Minden first down meglepetésként ér engem. Van tovább is, Whittingham-re rátalált Stafford, nem Whittington, Whittington. Hibázgatok Whittinggel. A vörösben már nem sebészi a pontosság, szabálytalanság, Geller. Vannak bajok, de Carty vissza tudja venni a vezetést. 43-ról mellé csavarja, hát akkor nem veszi vissza. Ha ilyen Steelers-féle futballt akartok, védekezés mezőnygólokkal, hát akkor nem igazán fér bele, hogyha mellé. 43-ról. Williamsnek 1 perc, nincs messze a lőtáv. Wurz odaér rá, de miatt hatása lehetne a játékra, odarakja Swiftnek a ballont. Caleb, és hatalmas jakozás indul meg. 27 yard. Eddigi leghosszabb play a meccsen. Futó tovább csökkenti a távolságot, de egy hoit szek után már nagyobb remények nincsenek, mint a field goal. Caleb túldobja társait, Odunzét is, Moore-t is, pedig utóbbi egészen tisztán volt. Santos betalál, 10-6 a szünet. Rams jön, Kyren fut. Na most mit csináljanak, ugye? Egymásra néznek a szünetbe McVay-jel. Mester, valami újdonság, ugyanennyien vagyunk.
De jobban megy a futás az átlagosnál. Stevenson újabb bullying. Tutu ellen. Zászló. Rivers is rá tud gyorsítani. Majd Parkinsonhoz forgat Stafford egy rolloutból. Hát kiváló támadást. Már touchdownra gondolnak. Hát azt azért nem csinál Whittington. Vagy a Tutu Atwell. Darrell Taylorék ennél jobban védekeznek. Mezőnygollal maradnak hátrányban. Caleb Williams Kmetnek tud elhelyezni egy apró gránitot, csak ilyen kulcstartó méretű, de hát mindennek örülni kell. Átveszik a Rams stílusát. Fusson a futár, aztán majd lesz valami belőle. Vagy nem. Ahogy Mark Sanchez mondja, kommentátor, csak fogad el a profitot, akármennyi is, ugye nem kell a nagyra rámenni. Caleb próbálja ezt a checkdown stílust, testi idegen, ki se bírja mondani, én ezt prezentálom, de működik amúgy. Beépítik a mobilitását is. Zone readből dolgos yardok jönnek tőle, nulla csillogás. Értékeli a chicagói ember hagyomány ilyesfajta tiszteletét. A semmiből kijön egy testben. DJ Moore a slotban, Roseboom-mal áll párban, bekerül mögé. Caleb meglövi a célterület végébe, belül marad a láb. Érvényes hatos. Hát még jól is olvastál, kicsi. Az első közös nekik. Odunzével már ugye volt, lassan talán mindenki sorra kerül. Óriási lépés a győzelem felé. Egy TD. 8 pont előny. Akkor kezdjünk el játszani. Kiabál be Stafford. Tutu, menj mélyre. Whittington elcsalja onnan a kornert. A safety-ről pedig azért le tudsz fordulni, Tutu. Jönnek a jó pléjek. Például Kyren Williams fut. Többiek tolják félre a medvéket. Remek fotbalozás. Gólhelyzet, nyerik a párharcot a nagyobb étvágyúak. Beér. Kyren Williams. Jobb Williams csapata nyer. Kettes. Robinson nem tud elszakadni Stevensontól. Reménytelen az indítás. Bejön Caleb. Csak ne ronsd el, kicsi. Quarterback vagy, mellékszereplő vagy. Kmetnek speciál jól indít, több mint 10 yardot a linebacker feje fölött. Kmetet könnyű bevonni, a közönség kedvenc. DeAndre Swift előtt 40-ről pompásan blokkolt play, csak egy védőt kell átugrani, aztán övé a pálya. Végig megy, touchdown, pont háború. Kialakultak a munkakapcsolatok, Stafford a logóba megtalálja még DeMarcus Robinsont, Tutu felé is elsül a csúzli. Ha nem lenne nyilvánvaló, akkor azért elmondom, hogy teljes kerettel ezt a meccset kb. 20 ponttal nyerni a Rams. Momentán vesztés van. Stafford megküzd, hogy egyenesbe maradjon, de egy ponton, hát ez is véget ér. Brisker szekkeli. Carty 52-ről betalál, így kiélezett a végjáték. Byron Young kemény a futás ellen, Kmet bemozdul, Lake szekkeli Williams-t. Defense megtette a dolgát. Caleb nem csinált nagy butaságot, szóval ő is. Three and out. Tori Taylor bepantolta a 8-asra. Amin, meccs kommentátora, kicsit túltolja a lelkesedést minden egyes pontnál. Jalen Johnson lassítja a futást, Edmund szereli. A cornerback akkor is közbeavatkozik, hogyha Kyren Williams screent kap, lezavarja Staffordékat a Bears D. El smash mouse-ol egy kis időt a Bears, Caleb is, mint csak labdacipelő, vesz részt. Taylor pant a vége, de hát alig egy percet hagynak a vendégeknek. Touchdown kell, Stafford fejbe kólintást kap Terrell Taylortól, így pedig interception Brisker vége. Nem kap zászlót a quarterback. Minden szarra bedobják, ugye? Irányítónak csúnyát mondtál, erre nem. Hát jó van akkor. Nehéz lett volna végigmenni 7 pontért, azért maradjunk ennyiben. Kikapott a Rams, ami papírforma. Nagyot küzdöttek, szintén papírforma. Gyűjtik a tapasztalatot az ifjak, hát nagyon hasznos vereség. A Bearsnek meg hasznos győzelem, de nem a Caleb Williams miatt, mert ezeket a meccseket egy jobb Trubiskyvel is behúzták annó. Nem vállalta túl magát az 1-1-es, nem volt rá szükség, és élvezni kell, hogy az erős csapat többi egysége az elvitte őt a győzelemig.
Majd egyszer ez átfordul, aztán majd ő lesz a sofőr, remélhetőleg. A szerencsésebb élethelyzetben lévő csapatok ellen ez nem sokra elég, de hát nem baj. Zárásképpen pedig egy Cincinnati Carolina mérkőzés. A homályban lévő Bengals védők kerülnek először pályára. Diante Johnson öngyújtója előkerül, leégeti a meszt róluk, Dalton csodásan kiugratja, ahogy azt megszoktuk egy meccs alapján. Liget is totál egymagában várja a ballot. Két indításból 51 yardja van a vörös juharnak. Csuba földön közelít, és tight end megjelenítés is van, JT Sanders. Hatalmas gólhelyzet, Diante kezében már touchdown-t látunk, de Dex Hill kiműti onnan. Hubbard fut hármat, mindet kívül tartják. Sam Hubbard védelemben, kuzinja Csubinak, és Jenkins nagyot küzdöttek, turnover on downs. Asztalon táncol a Bengals kispad, halljátok, levittek egy támadást, hát nem is akárki ellen. 99 yard áll Burrowék előtt, nem riadnak meg. Higginsi az első first down, majd a második is, harmadik. Harmadik elkapása az nem elég hosszú. Harmadikra sáncol Ashon Robinson. Ó, kezdődik. Pont. Rico. Dalton feloldott a ligetet. Életképes rookie receiver. Mennek neki a labdák. Közönség befogadta, hát már verssel is köszöntik. Kosztolányi Dezső verssel. Szent liget. Ó, hugom, várjunk, míg a ligeten föltűn az őszi holdgömb hidegen. És a tündöklő, remegő, ködös fény alatt fehérre sápad minden ösvény. S a kőrisfákon lágyan leng tova, az édes óra szellemfátyula. Diontae Johnsonnak nem jár vers, mert ő elejti a paszt a távolban, amit tökéletesen odaszúrt neki Dalton. Nagyon nevet Andy, mert edzésen is mindig elejti, és ez vicces. Alaposan ráfaragnak, mert a következő playnél Hendrickson rácsap Dalton kacsójára, a felpörgő pedig Von Bellhez kerülhet kihez máshoz. Bosszú meccs. Visszafut a 16-osra. Higgins betör az 5-ösre, ott hősiesen védekezik a passz ellen Horn, de Chase Brown befut. Kihasználják az ajándékot a támadók. Opportunista védők mára eleget is tettek, azt hiszem, ezek után. Fél gólvonalas védekezés, labdaszerzés, a túlteljesítés abszolút. Ligetnek end-around is jut, jobban megy, mint mások szoktak Panthers mezben, főleg Mingo. Nem felejtik el azért Mingót, kap egy screent Jonathan. Diontae-t elküldik a célba. Jump ball, DJ Turner kivarázsolja tőle. Dalton kineveti, edzésen is mindig elhibázza. Miles Sanders nem fut olyan jól, mint Hubbard, így 4-2, megtartja Diontae kezével labdát, a paszt megfogta. JT Sanders a tight end helyén elvégzi a nem igazi munkát, Hubbard elől 20-ról elblokkolják a csíkos macskákat, egy erős testsel hiányzott csak a TD-hez, de így se rossz, első és gól, beérinti a kanadai futó, 7-7. Nagy meccs. Higgins mágnesezi tovább a labdát, Chase eddig semmi. Na majd most Horn átengedi, elkapja logóba Jamar, Woods csak koccolja, Harris szintén elrontja szerelést, még egy elrontja, mindenki fut utána, hiába futnak oda. Beverte 65-ről Jamar. Vezet a Bengals. Ezért tartják Jamar Chase, hát nagyobb ticset azért nem jár. Dalton akkor is nevet, amikor nem rontanak el semmit. Az hogy lehet? Biztos, mert számít rá, hogy ezután false start. Harmadik és 10, indít távoli városligetbe. CTB, Cam Taylor Britt. Interception, de csak a defense holding miatt. Mozog a lánc. Tolakodnak a futók, abból üzenbiztosan jönnek a yardok Panthers football. Diontae Johnson harmadikra kiegészíti, possession receiver, bárki ellen működne ez. Liget komolyan veszélyezteti, hogy beelőzi a depth charton, annyira sűrűnél a labdába. Az van most, hogy eddig túl sok a Panthersben a fegyver. Hát nem lehet mindenkire koncentrálni,
Észre se veszik, hogy Thielen múltkor belehúzódott a touchdownba. Olyan sokat csinálnak ugye, mindig touchdown van, hát ez nem lehet már bírni, ez valós veszély veteránoknak. Miles Sanders-t nem tudja Von Bell megfelelően tükrözni, újabb pluszos futás, RPO, Dalton belövi a célba, ligetbe, touchdown Xavier, az első neki, várható 100-ból, egyenlítés, egyenlő erők, azonos célok, 1 perc Burrow-nak. Kicsit nehezen indulnak, de Higgins hozza, amiért fizeti Mr. Masters, és a félpályán újra játékba avatkozik. Josszivas előre lendül a slotból, feldobja rá Burrow, lejön vele, hiába ütik. A rokonok elégedettek a tévé előtt. Jól dobta ez a Burov. Biztos bulger. Dobálás a célba, hát ha jön a passz interferi. Nem ott, de jön Mike Jackson a 4-esen. Higgins ellen az 1-esen. Horn. Hibátlan time management a végén, egy másodpercnél Zach Moss egy hátra oldal passzból beérinti a célba tojást. Hát kevésen múlott, hogy elcsúszom minuszban, és akkor lett volna nulla. Így meg akkor 7 darab pont, hát fel. Clear eyes, full hearts. Sikerült ügyesen. Dupla mártás, Bengals hord vissza. Chase Brownra nagyon jó hatással volt a csapvíz, mert néhány húzásból ott terem a Carolina 28-asán. Burrow előrébb fut. Atletikusabb irányító nyer. Chase Brownhoz érdemes visszarakni a labdát, és Jamarnak sem okoz gondot átjátszani egy védőt. Brown 1 yardos testen. Betalál a második kanadai válogatott running back is. Hát már csak a Brady Oliveira hiányzik ebből a meccsből. 28-14. Liget end around, utána ugrik Hendrickson. Miles Sandershöz nem juttatja el. Andy bácsi, hát ez így egy 3-and-out válasz. Hatalmas csalódás. Egyben karcos a Bengals D. Az nyeri a bajnokságot majd, nem a roncstelepi kutyák? Pan. Hát fél ennyi alapján még akár lehet a Carolina is bajnok, mert J.C. Horn tartja Higgins-t coverage-ben, felér a tight endre, és a futás sem megy sehova. 3-and-out. Csubi előre lendül pár tucéknál, Liget viszont elejt egy labdát. Mingót kitakarja Turner. Önbizalomgyűjtés. False start, alibi, lebuknak, pont. Helyett Panther pass. Hacker meglövi Felipe Franks. Levenné csak hát ügyetlen csórikám. Anthony megakadályozza. Komolyan had, olyan elkapott nem lehetett volna odaállítani, aki nem quarterback volt az egyetemen. Vagy úgy bárkit. Hát vicc, hogy ezen buknak meg. Franks inkább dobja a fejüket, nehogy elkapja. Amúgy jól volt Canales edző. Hát nincs mit veszíteniük. Gesicki megkapja az első passzát, tehát kb. Utolsóként, de ha még a Burton nem kapott, ő nem is fog, mert mindenki utálja. 7 yardot veszítenek, úgy hátra löki Gesekit Woods. Hiába reklamálott testvér, ezt mindenki látta. Zach Moss megfutja, de az is büntetés. Burrow megindul, hívja a védőket magára, hirtelen hátra passz. Moss elmegy a zöld csíkra. Nem tudom, ezt mennyit gyakorolták. Evan Mack rárúgja 56-ról, bemegy. Csubi erős blokk előtte, meglátja fényt, 38 yard iszkolás. Nagy különbségnél jöhetnek a szépség tapaszok. Van bőven kupon náluk, Dalton osztogatja Deontay-nak, Sandersnek. 20-ról Deontay Johnson, double move, CTB lepkevadászat, nincs meg. Touchdown Panthers, hát akkor megvan, hát az megvan, a lepke nem volt meg, ja? Magukkal versenyeznek ezek a Carolinák, ahhoz képest igen jó mennek, ahogy szoktak. Burrow a zsebben egy nagy ő betűt ír le a mozgásával, bezavart védők között pedig a Mossnak helye, ez bravúros futball. Higgins teljesítménye egy OPI-jal esik vissza, de Jamar így is összeszedi a first down utána. Jadeveon Clowney megkergeti Burrow-t, lemozogja,
de rettenet interceptionnel zárja a szekvenciát, Xavier Woods futhat vele visszafelé. Bennetek van a hiba, bengáliak, akármikor kijöhet. Mingo még akkor megindul egy még szorosabb eredményt kialakítani. Hubbardhöz akkor is eljut a labda, hogyha beleérnek a védők. Hát fél tudni kell helyezkedni. 18-as játékos fut mélyre, na mondom, ki van itt? Jalen Cocker. Ó, hát neki van múltja vörös irányítóval, de Sluka ennél az extrémebb megoldást választott volna. Liget helyett is a földön van a labda. Legyen field goal. Pinheiro 48, ha mégis van értelme, még felzárkózik a Pantera. Kompetitív végjáték, 3. és 2, futás, Wilson holding. De J.C. Horn így is szerel. Ha a szélső corner vagy, oda kell érni. Megpróbálja a szélső cornerből az összes szerelést megcsinálni. Sikerül, van. Jön Dalton nyerni. Egyenlő. A Bengals megpróbálja elveszteni ezt a meccset. Hát van rá idő. Rico 8-asra pantol, odáig rendbe. Mingo droppol, Brett sáncol, Ligetig nem megy el a labda. Hát ez ennyi volt. Lezárja a defense. Utána remélhetőleg lezárja az offense. Zach Moss fut sikerrel, Nick Thurman is ad egy ajándék first down-t bemozdulás miatt, elfogy a hazai időkérés, Evan Mack egy 46-os rúgással behelyezi a meccslabdát. Véget ért a mérkőzés, a foglalkozás elérte a célját, Panthers újra megmutatta, hogy tud pontszerző drive-okat csinálni, 4-et is, ebből 3 TD, ugye? Sajnálom, hogy nem Cincinnati-ben volt ez a meccs, mert Daltont még megtapsolhatták volna egyszer utoljára. Shaq Thompsont elveszítették sérülés miatt, így hát még inkább bajos lehet a védekezés, de jó hír, hogy újabb helyen lehet majd kísérletezni fiatalokkal. Liget nagyon biztató, és egy hónapon belül elvileg a másik rookie Brooks is jön majd futni. Bengals mérlege 0-3 volt, ugye, szóval akár mondhatnánk alsóházi csapatnak, de hát valójában azért nem ezek ellen, hanem ilyen kisebb tűzerejű gárdákkal szemben lehet esélye a Panthersnek meccseket nyerni. Néha azért nem ártana nyerni, de így sem tűnik rossznak a csapat hangulata, felszabadultak Young levitelével. A Bengals defense még mindig komolytalan, de legalább nem kaptak mindig pontot, ami egyet komoly lépés előrefelé. Az a baj, hogy a potenciál adott bennük, hogy bármelyik héten összeszakadjanak. De hát arra is, hogy Burrowék tudják tartani a lépést. Sok pontos meccsek alanyai lehetnek idén, ami egészen fura a mai modern futballban. Már van egy darab győzelmük, szóval hát jogosan számolgatnak, hogy fél playoffban akkor kikkel lehet majd találkozni. Ennyit gondoltam elmondani a mai napra. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet mára. Várlak titeket a folytatásra is, hiszen még 9 kiváló futballmérkőzés előttünk van. Holnap újabb 3-assal fogok majd jelentkezni. Remélem, hogy ott is találkozunk. Szevasztok!